A világ teljes gazdaságának, mint egy egyharmadát magában foglaló szabadkereskedelmi egyezmény lépett életbe pénteken, amely az Európai Unió és Japán közötti gazdasági kapcsolatot szabályozza. Az egyezmény hatására várhatóan olcsóbbak lesznek az importált élelmiszerek, és csökken az ipari termékek vámtarifája is. A megállapodás ugyanakkor védelmet biztosít az egyes termékcsoportoknak és a szellemi tulajdonnak is. A megállapodás egyik eleme, hogy bizonyos termékeknek földrajzi védettséget biztosít, vagyis ezentúl nem lehet japán fetát vagy japán rockfortot készíteni, mert az földrajzi védettség alá esik, és ugyanígy nem lehet majd az Európai Unióban például kobemarhát tenyészteni, mondta Robert Kernel, Ázsiával foglalkozó közgazdász. A több mint 600 millió embert érintő egyezmény értelmében Japán eltörli a vámot az EU-ból érkező mezőgazdasági és ipari termékek 94%-a esetében, az Unió pedig a Japánból importált termékek 99%-át teszi adómentessé.